Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk gyönyörű kerámiák között, hiszen hamarosan kezdődik a 13. Alföldi Fazekas Triennálé kiállítás megnyitója és díjátadója. Pölös Andreával, a Hagyományok Háza munkatársával beszélgetünk, hiszen önök az egyik megkérdetője ennek a szép pályázatnak. Mi volt az idei pályázat témája? A 13. Alföldi Fazekas Triennálé újra visszakerült Karcagra. 9 év után az elmúlt két alkalommal mezőtúron került megrendezésre, és mindenképpen szerettük volna azt is, hogy a két város mezőtúr és Karcag között, sőt eredetileg Szolnokon kerültek megrendezésre a földi Fazekas Triennálék. Mindenképpen a nagyon régi Fazekas központtal rendelkező és Fazekas múlttal rendelkező Karcag otthont adhasson ennek a tárlatnak. Az idei pályázatnak a témája ünnepeink edényei voltak, ünnepi edények, amit egyházi vallási családi ünnepek körében hirdettünk meg, és megpróbáltuk a témákhoz kapcsolódóan is kiállítani az egyes alkotók munkáit. Itt látunk nagyon szép húsvéti, karácsonyi és más olyan edényeket, amit azt gondolom, hogy nézőink közül is nagyon sokan elfogadnának saját otthonukban. Nagyon reméljük, hogy ez így van és így lesz, mert szerencsére nagyon sok közeli vagy éppen karcagi pályázót is köszönhetünk a pályázók körében. Az idei rekordszámú jelentkező volt, 46 alkotó jelentkezett a Triennálére, ami mindig a minőségét és a pályázatnak az érdekeltségét és érdeklődését is jelenti. Egyébként jellemző módon tavaly körben rendeztük meg a 19. országos fazekas pályázatot, és ott is nagyon sok alföldi nem csak jelentkező, de díjazott is volt. Itt én már az előbb végignéztem, van tényleg jó néhány név ismerős, fiatalabb, idősebb családon belül is vannak, akik családok is alkotnak. Hogyan látja, mennyire épül be az emberek mindennapjaiba most a kerámia vásárlása, tehát mennyire van most ennek ideje, és mennyire változtak a szokások? Én úgy gondolom, hogy szerencsére egyre inkább. Nagyon sok olyan fazekas vásáron vehetünk és vehettem részt fazekas találkozókon, ahol már a sokadik, tizedik, 15. alkalommal is esetleg megrendeznek minden évben egy-egy összejövetelt, és mégis teli van látogatóval, érdeklődővel, vásárlóval. Mindenki, aki ott megjelenik, az vásárol is, mert szereti és tiszteli, becsüli ezeket a tárgyakat. Egyre inkább tudják használni, újra tudják használni a háztartásokban. Itt azért látunk miskakancsokat is, az általunk ismert formákat is, de van egy-két számomra ismeretlen összepárosítás is, a kerámiát és más funkcióval párosították össze. Ez most jellemző? Megpróbáljuk mindenképpen elősegíteni az új utak keresését. Azért is vezettük be a zsűrizésben néhány évvel ezelőtt a modern kategóriát, ami szerencsére már meg is jelenik valóban, nem kerámiákon is és egyéb tárgyakon is, ami azt jelenti, hogy a régit felhasználva új funkciókat is találva neki használhatják fel a mai modern háztartásokban, akár a minimalista stílussal együtt is. Gondolom, hogy azért ön végignézte az összes pályázót, hiszen nem mindenkit állítottak ki. Van kedvenc darabja vagy kedvenc alkotója? Én mindig annak örülök, hogyha azokat, akiknek régóta ismerem és megismerem, szerencsére már nagyon kevés kivétellel mindig megismerem, anélkül, hogy tudnám, hogy hogy ott lenne mellette a neve, már a zsűrizéskor is mindig tudom, hogy ez azért. Mindig örülök annak, amikor olyan emberek is újítanak, többek között a Karcagról Tiszafüredre átszármazott és részben visszaszármazott szűz család, ahol mind a három jelentkező tagot köszönhetjük a díjazottak sorában. Nagyon gratulálunk nekik, ugyanúgy Kovács Lászlónak, aki szintén kánton tanítványként került át Kalocsára és pályázott, és most már elárulhatom, mert mire ez adásba kerül, akkor már megnyílik a kiállítás, és különben is most már mindenki elolvashatja, ő kapta meg az idén a Város Kántor Sándor díját. És öröm látni azt, hogy mindig vannak újabb pályázók. Fiatalok is, de a középgenerációból is, akik korábban nem pályáztak. Én nem szeretem azt mondani, hogy kedvenc alkotom, mert olyan nem csak azért nincs, mert az ember azt mondja, hogy nincs olyan, hogy kedvenc gyerek, meg kedvenc tanítvány, de mindig öröm azt látni, hogy ennyi embert megmozgat egy pályázat, és ennyien örömmel, szívesen jönnek el. És mindig van belőle sértődés, az természetes. Körülbelül az anyag háromnegyede, kétharmada kerül ilyenkor kiállításra. A pályázati zsűri mindig sokkal keményebb, mint egy sima népiparművészeti zsűrizés. De ebből tanulnak az alkotók, én úgy gondolom.
akkor reméljük, hogy nem lesz sértődés, és nagyon szép kiállítást láthatunk itt még a következő hetekben. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm egyrészt a tévének, másrészt meg az összes pályázónak, mind a 46 pályázónak, aki az idén indult, 209 alkotással és 626 darab tárgyal. Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgettünk itt a gyönyörű kerámiák között. Nem tudom, hogy önnek van-e olyan, amit el tudnak képzelni otthonra? Hát igazság szerint én mindegyiket el tudnám képzelni otthonra, hiszen a kerámia szerelmese vagyok, és sajnos a legtöbb esetben nem tudom megállni, hogy egy-egy vidéki utamon ne vásároljak egy-egy szívemhez szóló nagyon szép darabot. Így aztán a stílusok és a tájegységek nálunk elősen keverednek, ha széjjel néz valaki az én kerámiáim között. Igazság szerint én úgy gondolom, hogy ez egy olyan szerelem, hogy ezt gyerekkorból valahonnan hozzuk magunkkal, és ez életünk végéig kitart. Ezért is nagyon fontos, hogy a fazekasság szerencsére nincs kihalófélben, bár elég mostoha körülmények között dolgoznak a fazekasaink, úgy gondolom, hiszen régebben egy biztos megélhetés volt, manapság ezt már nem mondhatjuk el magunkról, nem mondhatjuk el korunkról, főleg nem a műanyagok korában, ahol a műanyag erőtérbe került, és bizony-bizony most már ezek a kerámiák nem a mindennapos használat szerepét töltik be, hanem egy picit úgymond a dísztárgyak felé sodródtak el. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a kiállításokkal, ezekkel a rendezvényekkel tudunk ezen segíteni, és el tudjuk azt érni, hogy a fiatalok ugyanúgy becsüljék, értékeljék és tiszteljék a fazekasságot, a kerámiát, ahogyan azt tették nagyszüleink és az eleink. A kántor műhely és kántor tanítványok is itt vannak, azért még szerencsére többen alkotnak, díjazottak is vannak közülük. Azt gondolom, hogy ez fontos, hogy Karcagon van ismét sok év után ez a kiállítás, és karcagi és karcaghoz kötődő alkotókat is lehet itt látni. Igen, külön öröm számomra, hogy ismét illetve Karcagon most megrendezésre került ez a triennálé, hiszen Karcagon méltó helye van a fazekasságnak. Példázva ezt, hogy Kántor Sándor növendéke is itt vannak, és ez is mutatja és bizonyítja, hogy bizony mekkora mester volt, és mekkora művész volt ő, és mekkora hagyatéka van, és milyen maradandót alkotott. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb eredménye a munkásságának, hogy még mindig 2015-ben is van itt tanítványa, és a díjazottak között tudhatjuk. És én bízom abban, hogy ennek a tanítványnak is lesznek majd olyan tanítványai, akik esetleg 10-20 év múlva szintén egy ilyen rendezvényen tudják bemutatni gyönyörűséges munkáikat. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen, és gratulálok minden díjazottnak és minden nevezőnek, pályázónak, és köszönöm a munkájukat. További sok sikert kívánok mindenkinek! Az előbb már hallottuk, hogy a Szűz család ismét remekelt ezeken a szép alkotásokkal, és több díjat is sikerült elhozni a családnak. Még ugyan a díjátadás nem történt meg, de már ki vannak téve, hogy ki milyen díjat kapott. Szűz Imrével, a család szószólójával beszélgetünk. Évtizedek óta az önök családjában hagyományok kerámia készítése. Most milyen kerámiákat készítettek, hiszen ünnephez kötődő volt a téma? Hát most ezen a pályázaton hárman indultunk a családból, de még csak véletlenül se rokonai egymásnak a tárgyak. Mindenki a saját fejéből próbált kitalálni újat, és azt hoztuk ide a pályázatra. Úgyhogy nem úgy nézünk ki, mintha nem is testvérek volnánk, nem is vagyunk egymás mellé rakva, mert nem is illünk egymás mellé, annyira különbözőek a stílusok, amivel itt megjelentünk ma. Az alapok azért mindenkinél ugyanazok, és egyébként büszke arra, amikor lányai is egy önálló alkotással, egy önálló készlettel, garnitúrával megjelennek, és látja a kész művet? Hát én nem csak apjuk vagyok, hanem mestere és mesterük is vagyok a lányaimnak, hiszen minden, a feleségemtől kezdve mind az én tanítványom, úgyhogy mindenképpen büszke vagyok arra, ahogy a tanítványaim sikeresen szerepelnek egy ilyen nagy megmérettetése, mint amilyen ez is. Ön a kántor tanítványok egyike, tehát a mester is megvolt, az önmestere is megvolt. Mennyivel másabb, mennyivel volt szigorúbb kántor bácsi, mint ön a családjához, vagy mennyiben tud nekik újat átadni? Hát nekem magasabbra volt téve a léc, mert én olyan iskolából kerültem ki, ami bizony meghatározta a magyar fazekas kultúra színvonalát. Hát Kántor bácsi a stílus teremtésével ő volt a csúcs, meg ő a csúcs az országba, úgyhogy nekem még magasabbra kellett tenni a mércét, hogy ne kerüljek a mester szintje alá, úgyhogy nekem nagyon kellett törekedni ahhoz, hogy
legalább elérjem azt a szintet, amit a mestertől tanulnom kellett volna, ha tanultam. De hát úgy látszik, hogy tanultam azért. Azért a rengeteg díj, amit az elmúlt több évtized alatt kapott, azért ez bizonyítja. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben, mert nekem fáj a szívem, amikor elmegyek egy vásárba, és mondjuk Miska Kancsónak nevezett valamit látok, ami csak csúfság az eredeti kántor Miska Kancsónak, és különböző színeket és formákat, és mindent ábrázolnak rajta. Ilyenkor egy népművésznek is fáj a szíve? Nagyon. Szinte, mintha döfnének olyankor a szívembe. Szóval ezeket a szakma lejáratóinak nevezem, mert tényleg élettelenek, nincs benne lélek, nincs szív, az csak hát nem is azt mondom, hogy egy tárgy, egy vacak. Ilyenkor nagyon nagy fájdalmat érzek, hát mi azért harcolunk, hogy ezek szóródjanak ki, és tényleg az igazi jusson el az emberekhez, amiben benne van az ember, a stílus, a hagyomány, a jövő, hát ez a célunk, ezért dolgozunk, ezért fáradozunk nap, mint nap. És hát azt gondolom, hogy ennek a fazekas triennálénak is ez a célja, hiszen itt fiatalok is vannak, akik majd a jelen fiatal generációjának az ízlésvilágát fogják alakítani. A maiaknak sokkal könnyebb dolguk van, hisz nagymesterek példaképei vannak előttük. Úgy sokkal könnyebb dolgozni, ha van előképe az embernek, de mikor nincs előkép, és úgy kell valamit megalkotni, akkor bizony fel van adva lecke. De azt mondom le a kalappal, ma van egy olyan generáció, ami már nem kialakulóban van, hanem kialakult fiatal generáció, ami méltón viszi a magyar fazekas kultúrát tovább. Akkor én még sok-sok évtizedes, nagyon jó alkotó éveket kívánok önnek, lányának, mind a két lányának, a díjazottnak is, és annak is, aki nincs itt, és feleségének is, és hát a pici unokáknak is, akik majd egyszer tovább viszik a papa mesterségét. Hát nagyon szépen köszönöm. És próbálkozunk, úgyhogy az unokákkal foglalkozok is, meg foglalkozni is kell. Nem mondom, hogy majd meg fog élni belőle, de nem árt, ha majd megtanulja ezt, mert agyagoznak rendelőtlenül, meg festenek. Úgyhogy hát, ha valami nagy, mélyebben bele fognak menni a szakmába. Reméljük így lesz, köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!